Top shot. Kedves vendégek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, hogy szebbé tették ezt a pár napot számunkra, és hát mink maximálisan próbáltunk nyújtani mindent, hogy jó érezzék magukat, tehát finom étel legyen felszolgálva, jó zene, jó hangulat, és hát remélem, hogy jövőre ismét találkozunk, úgy, mint egy jó pár kedves vendégünkkel, tehát már ők nem is igazán vendégek, hazajárók inkább, tehát ők tényleg nevezhetők így. Remélem, hogy minél többen jövünk jövőre is ismét össze. Én nem azt mondtam, hogy jövőre ez a busz jön. De hogy még addig hányan jövünk és mikor jövünk, hát várjátok szeretettel azokat, akik akár saját programokat, akár kis csapattal vagy családi csapattal akar jönni. Így van lehetősége? Persze, természetesen van lehetőség, hogyha szeretne valaki még visszajönni, de erről különben nagyon sok vendéggel már beszélgettem, és kérdezték a lehetőségeket, tehát mindenkinek szívesen segítek, akár egy programajánlattal, szállással, étkezéssel, tehát minden, amire szüksége van az ide látogatónak, tudok segíteni önöknek. És hát szeretnék elköszönni mostan önöktől, és átadnám a szót férjemnek, Lajosnak. Akkor... Hát akkor én is el szeretnék köszönni önöktől. Remélem, hogy ez a rövid venni a videót. Után, ami hát igazán rövidnek bizonyult, valójában hát úgy gondolom, hogy ez csak egy ízelítő ugye a lehetőségekbe, mert tényleg Szabadkától az Aldunáig, Temesvártól Valkovárig ezt az egész régiót úgy mutassuk be, hogy mi érezzük, és hát ez több, mint turisztikai vendéglátás, ez inkább egy hazaváró, hazacsalogató fogadtatás, és immár harmadik éve nagyon nagy megtisztelés számunkra, hogy be tudtunk kapcsolódni a Panoráma Világklubnak a munkásságába, és hát folytassuk Budapesten, Délvidék hazavárja önöket. Én nekem kötelességem Budapesten, hogy folytassam ezt a munkásságot a Tankalatti barátokon. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!